gyönyörű szép, itt szinte a sziklába nőttek bele a fák, nem? Igen, hát ez egy természetvédelmi terület, és itt olyan állatvilág és növényvilág van itt a Vértesben, amit sehol máshol szinte nem lehet látni. Itt a muflonok is megélnek, szarvasok, őzek, vaddisznók, és rengeteg van itt a Vértesben, és hát én ahányszor kijövök, mindig találkozom állatokkal. Hajdanál lovagoltam a Vértesben még a Juhász Istvánnal, az egyik legcsodálatosabb terület volt lovagolni, rengeteg ilyen mély út van, ami jó uhatalaj volt a lovaknak, hiába szép nagy kőzet fönn a hegytető. És hát ilyenkor csodálkozom igazán el, hogy milyen sokszínű ez a pici ország. És nagyon jó helyen vagyunk. Hát ti mázlisták vagytok szintén, mert nagyon jó helyen vagytok. Tehát Vértes Boglár, ugye nevében is benne van a falunak, ahova jöttünk, ti lovasztok, de hogy nagyon sok mindenki gazdálkodik, állatot tart, tehát hát sok minden van. Magyarországon a legjobban ellátott lóval lévő területen vagyunk, mert itt csak a mi falunkban 8-an tartanak lovat. Azt a mindenit. És van, ahol nem keveset, mi 10 lovat tartunk, de van, ahol 20 ló is van. Tehát. Jó helyt, és azt azért még nem mondtuk, hogy de milyen kiránduló terület. Igen. Nem? Hát én nem győzök betelni vele. Én ennek is örülök, hogy itt még olyan túl sokan nem fedezték fel. Jó, annak örülsz, hogy még kevesen vannak, de majd sokan lesznek itt is. Na, elindulunk a falu felé? Indulhatunk. Jó. Kétféle étel készül mindjárt az elején. Reggel jól be kell lakni, hogy bírjuk a napot, nem? Így van. Na, mi lesz a lisztből? Fülesfánkot készül. Fülesfánk, ünneplünk. És ott? Én meg dinsztel. Ez a paradicsomos kolba, hagymás kolba. Jó, ezt már valahol egyszer ettem, ez nagyon jó. Ez egy téli reggeli? Nem, hanem ez egy egyszerű étel, ezt anyukámtól tanultam, és ezt mindig karácsonykor, szenteste, az éjféli mise után ettünk. Ez csak friss kolbász volt. Tehát ez a lágy kolbász volt. Lágy, ami fel van füstölve, és lágy, egy picit megszikkad, és abból készítjük. Ez dagasztva lesz? Nem, nem? Ez csak összegyúrom, mint a tésztát. Akkor rakjuk bele a hozzávalókat, és közben a hagymát, igen, azt a el hagymát tudod kezdeni, ugye, Erzsikém? Jó, tehát mennyi liszt van itt? Ebben van 35-40 dekaliszt körülbelül. Ez mennyi tojás? 8 tojás sárgája. Na, ez egy gazdag fánk akkor. Igen. De ha nincs élesztő, akkor ez milyen fánk? Ez a csörögéhez hasonló. Csak annyi, hogy itt teszek bele rumot, hogy amikor sütöm, akkor ne legyen zsíros a tésztája. Vértes Boglár egy tipikus sváb falu, ugye? Igen. Ti még beszélitek a sváb nyelvet. Igen, beszéljük, és az iskolában német nemzetiségi iskolánk van, és itt az iskolában a gyerekek is már megtanulnak. Jó, azért ez komoly, hogyha van iskola is, akkor, igen, akkor igen. Ez még a iskolánk kivételezet. Is van, templomunk is van. Még azért a recepteket azt használjátok, tehát igen, élnek a sváb ételek, igen, rendesen. Igen, igen. Nem miattam kerestétek elő ezeket, nem, jó? Nem. Többször van itt a tájháznál is, és itt is szoktunk főzni a gyerekeket, itt szoktuk táboroztatni, otthon is. Otthon, ez a lényeg. Tehát a 8 tojás sárgája. Igen, akkor teszek hozzá egy kis porcukrot, ez olyan... Na, hát ez az olyan... Másfél kanálnyi. Ebből egy csipet, de... Az mi? Vanilli. Só. A rum kell hozzá, illetve tejföl. Tejföl. Hát tejföl egy olyan 2 deci,
itt is többet vettem, attól függ majd, hogy fogom érezni a tésztánál. És aroma. És csak jó simára kidolgozod. Teljesen simára. Tulajdonképpen majdnem olyan, mint a leves tésztához, csak annál egy kicsit lágyabbra, és majdnem olyan vékonyra is gyúrom. Nyújtod. Vagy nyújtom. Uh-huh. Jó. Na, te pedig, Erzsike, egy tömérdek mennyiségű hagymát vékonyra reszelted. Mert ezt nem aprítjuk, hanem ilyen szálasan. Uh-huh. Így lesz szép a tálaláskor. Igen. Ja, egész bejön igen, rá. Igen, egész be kell neki akkor rá. Akkor még sem láttam ilyet. Kolbász az belülről dinszelődjön, ne főjön ki annyira a leve. Aha. És most jön rá a paradicsom. És ezt így megfőzzük. Igen, ezt erre így jön megfőzzük. Valami só vagy cukor még? Só és cukor. Cukor is, ugye? Igen. És hát a fűszerezés meg a kolbász fűszerezésétől függ. Ezt nagyon sokáig kell főzni, mert a paradicsomtól nem puhul meg olyan hamar a hagyma. A sav miatt. Igen, és akkor azért egy óra, másfél óra attól függ. De ezt előre megfőzték, és készen várta, igen, ugye? Igen, mire igen, a miséről hazaért igen, a család. Finom friss kenyér is. Bőségesen megünnepeltétek Jézus születését. Jaj, ezen fogjuk sütni, most igen. Nézem. Tehát ilyen vékonyra kell nyújtani. Lehetett volna vékonyabbra is, de ez most így sikerült. Négyzet alakúra kell vágni. Négyzet alakúra. Hát ha téglalap, az sem baj, ügyes kéz az már meg tudja azt is, fel tudja tekerni a sütővasra. Minden esetre a piacokon lehet kapni ilyeneket, csak hogyha valakit érdekelne, hogy hol tehet szert rá, és ide rá kell kötni egy házi madzagot. Nagyon fontos, hogy semmi szintetikusat már az olajban megolvad. És akkor jön a mutatvány. Ezt a tejzihabot ne verjen fel addig, amit sütögetitek? Ez mind? Igen. Egy liter tejszín. Ezek szerint a füles fánkokat megtöltjük tejszínhabbal. Teljesen teletöltjük. Tehát kívülről fahéjas porcukor, kívül belül, és utána jön bele a tejszínhab. Így van. Túl sütötte. Igen, és egy kicsit meghúztad a madzagot. Ebben nem töltünk semmit. Na, még egy próbálkozás. Na hát, hogyha azt a másfél adag tésztát nézzük, ezzel egy darabig el leszünk, mire ezt mind megsütjük, jó? Ez ilyen tunkesz? Igen. Lehet tunkolni? Igen. Na, ezzel a következő probléma az, hogy 40 napos bőjt után éjjel egykor nekifogok, és ezt nem lehet abba hagyni, olyan jó. Így van. És akkor a másik. Na, de ezt is hogy lehet tenni? Teleharapok és jön mindenhol? Igen. Azért kell a tejszínt ennyire keményre felverni. Most képzeld, a lágyabb még nehezebb.
marad benn. Ettől az ember gyerek lesz megint, nem? Szia! Itt vagy. Nagyon szép pince sorotok van. Hát hány pince van itt? 22 üzeme ezen a részen, de Vértesbográron 4 helyen vannak pincék, kb. 80-90 pince mai napig. Ahol svábok voltak, svábok ott mindenhol volt, van pince. Van, ugye hoztam egy kis füles vágot. A kedvencem egyike. De jó, akkor leteszem, jó? Megnézzük a pincét meg. Megnézzük a pincét, és aki az én pincémbe bejön, annak ezt a kürtöt meg kell fújnia. Mert? Hány nyál minta van rajta? Nagyon sok, ez az egy még ráfér. Halljuk. Nem baj, teljesen jó. Második. Ez nem szól. Igen, hagyjuk lassan meg. Kiszakad a tüdőd. Nagyon szép volt. Bravo, gratulálok. Igen, ugye, amikor mindig dolga volt az öregeknek fönn, meg a férfiaknak a pincébe. Volt dolog is, de az idő nagy része az ezzel telt. Hogy ez a szomszéd átjött, kibeszélték bújukat, bánatukat. Ezt a hagyományt próbáljuk is megőrizni. Például minden vasárnap, 10 óra környékén kijövünk a pincéhez, 3-4-en, egyszer az én pincémnél, egyszer a barátok pincéjénél megkóstolgatjuk a borokat, a múlcit is. Ebédre hazaértek. Haza kell, mert addig nincs ebéd, míg nem érünk haza. Hát, na, hát azért rend a lelke mindennek. Melyikkel kezdjük, a vegyessel vagy a juhfarkkal? Ez a kötelező B-vitamin pótlás a szervezetnek, nem? Amikor van a murci, tele van B-vitaminnal, kimondottan jó a hajnak, bőrnek, körömnek. Akkor még többet egészségedre. Még kevés az alkohol tartalma. 2 hete volt a szülőszobat, volt 2014-én. Elment a forrás, és most már ugye kezd átmenni borba. Hát lassan majd kell fejteni, jönnek az újabb indokok. Jönnek azok az időszakok, amit nem annyira szeretek, hanem volt fejteni, hordott mosni. De azt is meg kell csinálni. Na, de finom, ez biztos a bora is finom lesz. De ez a juhfark még jobb, mert egy kicsit virgoncabbak a savai. Savasabb is. Igen, nagyon-nagyon finom. Figyelj, az édeshez most lehet, hogy kicsit sok. Ez ilyen, ez a süti. Azért kínálok meg mindenkit, hogy ne csak én nézzek ki úgy, mint egy gyerek. Igen. Na, mit sütöttél? Egy hagyományos héttojásos piskóta tészta készült, amit menta levéllel ízesítettem. Mentás piskóta. És akkor ez egy piskóta tekercs lesz? Amit saját készítésű étcsokoládé és somlekvárral töltök meg, és készítek hozzá egy menta szörpős öntetett mártást. Már nem lesz baja, hogy kihajtod? Nem, mert meg kell kennem.
Ja. Még melegében egy picit. Igen, jó? Tehát most először egy lekvárt raksz bele. A saját csokis somlekvárod. Ezt itt van somfátok? Vagy? Van sombokrom. Aha. Úgy készül, hogy egy napig citromsavban áztatom, egy kis vízzel, és akkor utána kimagozom egyesével. De miért kell citromsavas vízzel? Hogy könnyebben lejöjjön a héja. A magról. Maga a hús, minél több hús maradjon rajta. Utána egy kicsikét főzöm, majd botmixerrel összetöröm, és akkor a végén teszek bele étcsokoládét. De mióta főzöl ilyen extrém lekvárokat? Hát igazából a lányom találta ki az idénőket, igen, ő sok fele jár, és neki tetszettek a különleges lekvárok, hogy nem mindig az a hagyományos legyen. Hányféle lekvárt főzöl? Összeszámoltad már? Van ez a somlekvárom, igen, aztán csináltam, készítettem fahéjas szilva lekvárt, sima szilva lekvárt hosszú szilvából, valamint bazsalikomos, rozmaringós, mentás és citromfüves sárga barackot. És elégedett most a lányod? Igen, neki íz lett mindegyik. És mit fogsz gőz fölött csinálni? Az öntetett hozzá, amit ide készítettem. Szabad közben a szörpöt kóstolni, azért raktad ide? Így van. Rózsavirág? Rózsaszíromból készült. Vörös rózsa, illetve van sárga rózsából készült is. Sárga rózsából is, de érdekes. Közben csinálom az öntetet, én elkészítem, jó? Mennyit szoktatok tenni? Így? Az bőven elég, igen. Jó. Az öntethez egy tojássárgáját, gőz fölött, egy evőkanál cukorral és egy teáskanál étkezési keményítővel kikevered. Uh-huh. Ez adja a sűrűségét. Igen, egy picikét, illetve a tejszín hozzáadott tejszín. Ezt ízesítjük majd egy előző nap beáztatott kis mentafűvel, hogy legyen egy picike szélet. Tehát a levelet ledaráltad, vagy vágtad, és mi beáztattad be? Egy kevéske vízbe. Vízbe. Igazából fokhagymaprésen nyomtam át. Átjön rajta. Még levet is engedett egy kevéskét. Úristen, de jó ez a sárga rózsaszörp. Finom, a gyereket is nagyon szeretik. Ezt egy picit még félretenném egy kicsit hűlni, hogy a hidegen sajtolt mentaszörpnek a vitamineit ne vegye el. Tehát hidegen teszem bele, addig sűrűsödik. Hihetetlen mindenre gondolsz. Nagyon jó. Fel lehet turbózni egy piskóta tekercset is, ugye? Igen. Nagyon jól néz ki, és biztos nagyon is jól. Szétrontom a művedet. Nem baj, azért van. Innen láttad, hogy melyik részt vágom? Igen. Ahol a legtöbb krém van. Igen. Isten, de jó volt. Hanem egy kicsit különleges, nem az a megszokott. Nagyon jó ötlet ez a menta benne. Köszönöm szépen. Nagyon kevés alapanyag van. Mi lesz ez, Nusi néni? Ez babtészta lesz. A babból lesz a tészta? Igen, a tészta és arra majd bab kerül. Ja nem, tehát lesz egy tészta, a babos tészta. Babos tészta. De itt babtészta. Itt babtészta. Először egy jó tészta kell. Igen, egy jó tészta. 40 deka liszt körülbelül, az mondjuk egy 4 tagú családnak megfelelő adag. 2 egész tojást ütök bele, egy picit megsózom a tésztát. És 2 tojásnyi víz. 2 tojás. Hát ezt most érzéssel egy kicsit elkeverem a tojást a vízzel, hogy elkeveredjen jól a sárgája, és akkor egy közepes keménységű tésztát készítek. De ez alatt nincs se hagyma, se szalonna, semmi? Nincs semmi. Hát igen, ez egy egyszerű és szegényes étel. Bablevest szoktak főzni, száraz bablevest. Uh-huh.
és amikor a bab annyira megpuhul, akkor szűrőkanállal kivettek annyi mennyiségű babot, mint például, ami itt van na a tálba. Ugye, ezért nem kellett alá semmi, mert abban benne volt minden zöldség íz. Igen. És akkor azt a babot zsíron megpirították, megsózták, a tésztát közben akkor már szélesmetért formára megvágtuk, és kifőztük. És ezzel a pirított babbal összekevertük, és akkor lehetett enni. És ezzel a picivel ki tudod nyújtani, Nusi néni? Ki tudom nyújtani, nekem ez kéz, ezt az én férjem készítette ezt a sodrófát. Te látod, hogy nő? Igen, Nusi néni. Igen? Van, persze. Szemmel láthatatlan mértékben növekszik. Hogy szólj, hogyha menjen. Pihent vagy. Pihent vagyok. Jaj, hát ezt gondoltam, hogy nem. Legalább egy centivel szélesebb. Akkor itt tanította anyukám a fele tésztát, lehúzod a deszkán. Aha. És így nyomod először. Na, ez egy jó praktika. Hogy és akkor fáj. Volt itt egy néni. Bauer Terinek a nagymamája. Mennyivel erősebb? Az a lakodalmakba sütött, főzött. És ugye régen a lakodalomba egy héttel, két héttel előtte meggyúrták a finom tésztát. Igen. És az mindig nézte, hogy ki tud szépen tésztát sodorni. Aki szép kerekre tudta, annak hát azt mondta, te szépen tudsz táncolni, mert szépen kerekre tudod sodorni a tésztát. A másiknak megmondta, hát te nagyon slamposan tudsz táncolni, mert a te tésztád az tiszta rongyos mindig. Kicsit nyújtsam? Nem, ez így most jó lesz, most letakarom, és teszünk föl körülbelül két evőkanál zsírt, és ha forró, megpirítod a babot. Jó. És egy picit majd megsózzuk, ha megpirult. Ezt mind tegyem bele? Beleteheted, igen, mind. Ez is körülbelül egy 35 deka főtt bab, és ha nem mindig kevered egy-két percet, pirítsam hagyod, le. Pirítsam jó, le, rendben. Hoztad a saját késedet? Igen, én csak saját késsel, saját szerszámmal. Nem, ezt a tésztát nem lehet mással vágni, csak a saját késsel. És az én sodró gyúródeszkámmal, ami már jó ki van kopva a szélén, ha másikon vágok, akkor párat nem sikerül. Párat rajta, hát látom. Igen, igen. Igen. Úgyhogy... Már be van kopva a kezedhez. Be van kopva, úgyhogy jövő hónap 22-én 50 éves házasok vagyunk, úgyhogy egy pár szó vágtam rajta tésztát. Hát igen, mert látom, hogy ez a kredencnek a hát gyúródeszkája, ugye, amit oda betoltat. Van, pontosan igen. A zöld krémszínű kredenc, amit 73-ban vásároltunk, mikor a házunkba beköltöztünk. Na ez a nagy dolog, hogy ebben mennyi érzés van. Fölneveltél ezen egy családot. Hát igen. Azért ez jól néz most ki. Most jók az arányok. Ne tegyél rá több tésztát. Na jó, csak hozzad azt a finom tésztát. Hú, ez rengeteg. Hát van két 16 éves fiad, vagy ja, jó, egy jó erő igen. Férjed, igen. Akkor kell is ennyit főzni. Na hát ez kész is, ugye? Akkor ez volt a vértes boglári babtészta. Babtészta. De milyen gyönyörű lett. Milyen szép tésztát gyúrtál. Nagyon finom. Így forrón, ez isteni. Na, ezt kezdted el mondani, mi lesz a főzőlével. Igen, csináltak hagymát, pirítottak egy kis zsíron, és ezzel a tésztalével engedték föl, és akkor nem egy rántott leves, hanem ezzel a tésztavízzel, és akkor ebből a kifőtt tésztából tettek bele. És ez volt a cani null szupni. Úgy hívták svábul. Még azt meséld el. A kolbász történetet, jó, légy szíves. Istenem, azt legjobb lesz, elmondom, de vágjátok ki. Nagyszüleim mesélték, hát ugye sok
szegény ember volt, vagy szegényebb emberek voltak, és nem mindenki tudott karácsony táján disznót vágni. És akkor eljött a szilveszter, ugye mindig volt szilveszteri mulatság, és amikor a évvégi hálaadások kijöttek a templomból, akkor elkezdtek beszélgetni, na ugye megyünk este a bálba, a szilveszteri mulatságba, és akkor mondták, igen, megyünk, de kolbászt még enni kell. Hát akinek nem volt kolbásza, most nehogy szégyenben maradjon, nem tud jó fokhagymásat böfögni. Evett otthon fokhagymát, hogyha a pánc... Fokhagymás pirítós. Hogy jó. Azt higgyék, hogy ő is kolbászt evett, mert az is fokhagyma illatú. Úgyhogy így álcázták a jó módúságot, meg a szegénységet. Honnan tudod, mi vetelt meg a hasad? Baptisztával vagy rántott halla? Jó vagy lakva, az itt a lényeg. Köszönöm szépen, Usirin, estig tudnék veled beszélgetni. Néztelek, ez egy csodad. Mennyit kell gyakorolni, mire ide jutsz bizalomban? Hát 3 évig jártam tanfolyamra. Aha. És az első lovam 3 évig tartott, és első év után mondták, hogy hát fafejű a lovam, és cseréljem le. Mondtam, hogy én is az vagyok, úgyhogy 3 évig küzdködtünk, 5,5 év alatt tanítottuk be a pónit, meg 1 hónap az Izabella fakot. Igen. És igen. Most ő jól fekszik, vagy csak abszolút, szót fogad? Abszolút. Majd aludt, nézd meg. Igen, hát ő neki most a halott lovat kell játszania, és ilyenkor fekszem rajta, és és akkor mikorra, mire áll föl? Hát a jelzésre. Föl szabad állni. Nem, mintha nem feküdtél volna jól, ugye? Tehát ez a gyengéd lóidomítás, ugye? Vagy hogy nevezzük ezt? Hát a sutogó módszer. Tehát nincs semmi erőszak, hanem tulajdonképpen megismered a ló viselkedését. És... hát a ló pszichéjével foglalkozunk, tehát hogy a ló kommunikációja és a mi kommunikációnk adódik össze. Ő egy menekülő állat, mi meg ugye a csúcsragadozók vagyunk, és hát ennek a játék ötvözetével idomítjuk őket be. Amikor valamit nem csinál, akkor ragadozóvá válok. De amikor minden rendben van, akkor... De mi az, amikor ragadozó hát vagy? A nézésem például. És az elég neki a nézése? Hát nézhetek rád úgy? És ő is veszi ezt abszolút, az adást? Abszolút veszi, teljesen. A testbeszédünket is, ugye a testbeszéd az, hogy most elkaplak. Aha. De ezzel már nem. Tehát így igen, már... de azt is megtanítottad, láttam legelőször ezt, hogy elkezdtél lépkedni hátra, és mentek hátra. Ragadozó nem hátra. Igen. De ja. Akkor nem vagyok ragadozó. Ja, értem. Tehát meg kell tanulni gondolkodni az ő fejükkel. Ő fejükkel, így van. És hallottam, hogy sérült embereket is lovagoltatsz, ugye a mozgáskoordináció miatt, tehát oda is úgy hívom ezt a sérültek, amikor jönnek hozzánk, hogy élménylovaglást kapnak a aha. Sérültek. Nagyon sokszor csak ennyi kell ahhoz, hogy még szebbé, még jobbá tegyük az életüket. És hát nálam ez rendszeres, mert minden vasárnap délőtt ezt csinálom. Ez milyen szép. Télen, de jó, nyáron, és sokan járnak? Fagyba. Nem sokan, de ők de jöhetnek többen is. Igen, igen. Egyébként mióta foglalkozol így a lovakkal? Maga ez a módszerrel olyan 8 éve körülbelül, uh-huh. És 24 éves koromban az orvos írta föl nekem a lovaglást, mert a derekam neked fájt. Neked orvosi bizonyítványod van, neked lovagolni kell. Nekem lovagolni kell, így van. Hát kimozdul, és a sérül, szépen mozog alattad. Gyerekeknél pedig maga a lónak a járása, az a járásnak a mozdulata. Uh-huh. És ezért hívják hipoterápiának. Hipoterápia. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek benneteket. Nagyon-nagyon kedves állatok vagytok. Mire készültök? Ez egy napi rutin, igazából karusszelt gyakorolok, ami azért nehéz, mert ugye egyszerre kell nagyjából mindent csinálni lovaknak, lovasoknak. Spanyol lovasiskola az tulajdonképpen egy lovaglási mód. Az igen, az egy abszolút fogalom, egy történelmi eseményhez kapcsolódik, ugye a spanyolok 1503-ban elfoglalták Nápolyt egy lovasrohammal, és a francia hadsereget verték ki éppen onnan,
és ezen a ugye, reneszánsz Itáliájában vagyunk, és elkezdtek filozofálni az emberek, hogy ez hogy lehet, és rájöttek arra, hogy a spanyol lovasok középnemesek, és nem kevés szabadidejüket lovasbika viadalokon ütötték agyon, ami által lovaik rendkívüli módon idomítottak voltak közel harcok, és ezt az előnyt tudták sikerre vinni, és ebből alakult ki a világon az első spanyol iskola, nem véletlenül Nápolyban 1532-ben alakították. Tehát nem Spanyolországban. Nem Spanyolországban, legutoljára alakították. Herezben. Herezben, igen. A Nápoly után ez elterjedt egész Európában, rengeteg ilyen intézmény jött létre, mára egyedül a bécsi maradt fenn a régiek közül az összes hát többi. És, az... és a szári. Hát igen, de mi nem vagyunk olyan régiek, mi ugye Borsóéké. Ez az iskola itt 12 éve üzemel. A célunk az, hogy a magyar lovas életnek magasan képzett szakembereket, lovasokat, lótenyésztőket adjunk. Tehát ez egy konkrét iskola. Ez egy abszolút nappali rendszerű konkrét iskola. A lóállományunk döntő része, nem mindegyik, de a döntő része az Álvaro Domecktől származik, aki a herezi királyi iskola alapítója, és egy baráti viszony alakult ki közöttünk. Figyelemmel kíséri a munkánkat, és különféle feltételekkel hajlandó volt eladni nekünk a lóállományát, ami azért nagy kincs, mert ebből a 200 éves Kanca családból három olimpiai ló került ki. Ennek a vérvonala itt van, és mi vagyunk azok, akik ezt kvázi örökségként tovább tenyésztjük. Iskolán attól más talán, mint a többi, hogy itt minden nap lovagolnak a gyerekek, minden nap jut ló. Az a lényege, hogy mi egy régi magyar hagyományt folytatunk, tehát a spanyol iskola elnevezés az tényleg a módszerre utal, mert a háború előtt a Magyar Királyi Testőrség spanyol lovas iskolája nagy sikerrel működött igaz rövid ideig a Budai várban, és az ottani szakemberek a háború után sajnos emigrációba kényszerültek, és reméljük, hogy a körülmények is lehetővé teszik, hogy ez az iskola is, meg a lóállomány is fennmaradjon. Egyelőre küzdünk. Isten, hogy a gomba már ilyen hihetetlen laboratóriumi körülmények közül kerül ki. Igyekszünk laboratóriumi körülményeket csinálni, mert nagyon különös. Nagyon szereti a tisztaságot, és arra figyelni is kell. Nem lehetnek benne legyek, nem lehet benne szálló por, bármilyen külső tényezőt ki kell zárnunk, ezért a levegőt is több szűrőn keresztül engedjük csak be. De hát igazából tényleg, mint egy gyógyszertárban olyan helyiségeket kell kialakítanunk. És mi ez, ami itt van? Hát alapvetően a fekete az a tőzeg. Ja, ez a tőzeg. Az a talaj, amin lábat fog, vagy lábat... Szabad hozzá nyúlni? Hogyne, persze, hozzá lehet. Szabad kézzel? Hát szabad kézzel is lehet, de én hoztam kesztyűt. Igen, az a baj, hogy mindent meg kell szagolnom, és mindenbe bele kell túrnom. Hát meg természetesen tapintás is hogy hozzá. Igen, hogy hozzá. Minden érzékszervem ismerkedhessen. Szóval ez egy tőzeg. Igen, 4,8 cm vastagságú tőzeg, ami az alapanyag tetején, a komposzt tetején van rajta. Mert a tőzeg szolgálja azt, hogy a gomba a víz nagy részét ugye ebből a háztartásból fel tudja szívni, illetve itt tud megállni a gomba a tőzeg tetején. Mert hogyha nincs tőzeg az alapanyagon, akkor nem tud termőtestet képezni. Egy kicsit belenyúlunk, akkor meglátjuk, hogy ugye alul van a... komposzt, a komposztból a micélium szálak felfutottak a tőzegbe. Az van beoltva. Így is mondhatjuk, igen, be van csírázva, amiből ugye nőnek ki a micélium szálak. Visszaemelem, mert hogy itt látszik nagyon jól, az a sok fehér micélium szál. Futásából a felületen képez egy kis fehér átszövődést, és ezeknek a micélium szálaknak a sodratásával alakítjuk ki a termőtestöket. Páratartalom nagyon fontos, a teremhőmérséklete nagyon fontos, a terem széndioxid tartalma nagyon fontos. Széndioxid tartalom. De még egyébként fontos a levegő sebessége is. Azért érzem, hogy így áramlik a levegő? Természetesen. Aha. Ugye fent a
fóliacsövökön keresztül jön be a levegő, és a levegő mozgás az itt a polcok között körülbelül így megy. Egyébként mennyi idő alatt kezd el hozni termőtesteket? Átcsirázott komposzt kb. 17-18 napra adja a termését, és eddig ez alatt a 17-18 nap alatt nekünk a paraméterek változtatásával kell a gombatesteket képeznünk, illetve minden egyes nap, minden egyes órában arra kell törekednünk, hogy a micélium vagy a gomba a számára legoptimálisabb feltételek között tudjon növekedni. Azért kicsit máshogy néz ki, tehát ez körülbelül 2 hét alatt lesz ilyen, ugye? Azt mondta. Hát egy kicsit hosszabb idő alatt, mert addig, amíg az első termőtest megjelenik, az 17-18. nap, 18-19. nap kezdjük már szedni a gombát, ezt úgy hívjuk mi, hogy első hullám. Ez az ideális? Ez már egy ideális termőtest. Mi magyarok eszük meg? Igen, a nagy áruházakban. Na, az jó hír. Ezeket lehet kapni, ezt a gombát. Valahogyan a magyar emberek úgy veszem észre, hogy nehezen barátkoznak meg a gombával. Nem már. De a piacról ezt veszük észre, nagyon sokszor azt is hallom, hogy ugye háziasszonyok például a piacon azért nem vesz gombát, mert hogy azt milyen nehéz megtisztítani főzés előtt. Azt nagyon-nagyon kellene mindenkinek tudni, hogy tényleg tiszta körülmények között terem, és most, ahogy ezt a szemet levettük, ezt így, ha a szárát letörjük, és nincs az alján föld vagy tőzeg, mi már azt letörtem. Már meg is ehetjük, mert tényleg minden... Tehát a csipperke hőkezelés nélkül is fogyasztható. Abszolút, persze, egészséges, minden és ami jó, nagyon fontos, hogy a csipérke gombát, azt nem szabad hámozni. Tehát nem kell lehúzni ezt a... Nem. Nem kell? Nem szabad lehúzni. Mert? Hát mert az ugyanolyan értékes része, mint a belseje, azért, mert a hártyát így a külső réteget le lehet húzni, az azért van, mert valószínűleg egy picit szárazabb az a külső rétege, mint belül. De ugye... nem kell lehúzni, mekkora jó hír! Atya ég! Sőt, azt is kell róla tudni, hogy a gomba szárának ugyanolyan élvezeti értéke és tápanyag értéke van, mint a gomba fejének, úgyhogy ezt jó lenne mindenki betartaná saját maga érdekében, mert egyrészt könnyebb az ételkészítés, másrészt ugye nincs egy súlyveszteség. Azt kell mondanom, hogy az is egy butaság, hogy csak főzve vagy hőkezelve esszük a gombát. Hát salátákba, vékonyra levágva milyen igen, jó lenne. Igen, nagyon finom. Bármilyen munkát ki lehet osztani nekem. Jó, akkor én lehet, hogy a hagyma aprítást jaj, fogom átadni. Kedves. Én meg majd aprítom a gombát, mert alapvetően egy gombás omlettet fogunk készíteni. Véleményem szerint nem hagyományos módon. Az kevésbé csípi a szemet. Hát azért adtam oda a gombát. Ez az. Majd fogunk melegíteni, rátesszük a hagymát, utána egy kicsit megpároljuk a gombát, de akkor már is jó, de na, a hagyma több, minden. Mint a gomba. Nem fogjuk beletenni mindet, természetesen. Na, de a nagy fejből lehet keveset is venni. Egyébként a gomba nagyon egészséges is. Igen, nagyon-nagyon egészséges, ugyan közel 90 vagy egy picivel több, mint 90%-a ugye víz. Jó fogyókúrás alapanyag. Azért nagyon jó fogyókúrás alapanyag, mert a száraz anyag tartalma miatt nagyon laktató. Uh-huh. Eltelít. És telítő hatása van. Energiatartalma, tehát zsírokban, egyéb alkotó részekben eléggé szegény. Uh-huh. Eléggé szegény, még valószínűleg teszünk bele egy kis hagymát. Én nem, csak nézek, próbálom felfedni a titkot, hogy le tudjuk írni igen. Majd, hogy mennyi. Mindenféleképpen. Igen. Ez egy kis marék volt egyébként. Tehát hogy ez, amit nehéz, viszonylag nehéz megemészteni, ugye? Igen. Lassan emésztjük, igen. Ez a cellulóz tartalom, vagy ez mi? Igazából a csipérkegomba nem emészthető nehezen, de vannak olyan emberek, akiknek nehezebben nem iszti meg a gyomba. Uh-huh. Miért mondják azt, hogy a gomba az a jó hatása van az immunrendszerre? D-vitamin van benne, B1, B2 vitamin van benne. Hú, már rá is kell tenni.
bocsánat, mint tehetem, kálium. Hogy bocs, hogy beleszóltam. Tegyük bele mindent, persze, igen. Igen. Kálium, kálcium tartalma, foszfor, kevés vas és réz. Amerikában, szinte minden fontos. Igen, Amerikában azt mondták, hogy vagy kutatták, és mondják, hogy 3 fejgomba, az kb. 10 dekagram. Annak a vas és réz tartalma egy ember napi igényét azt fedezi is egyébként. Ez nagyon jó. Ez lassan megpárolódik, igen. Utána teszünk rá egy kis sót és borsot. Igen. Alapvetően ez lesz a töltelékünk. A gombát, hogyha az elején megsózzuk, akkor kiengedi az összes levét. Tehát amikor igen. Már kész van, akkor érdemes sózni, sokkal kevesebb is kell akkor a sóból, és bennmaradnak azok a jó tiszta nedvek. A tojásunkat előkészítjük. Ehhez pedig tejfölt fogunk adni. Körülbelül ennyi tejfölt. Egy nagy evőkanál tejföl az egy tojáshoz. Egy kis sóval megízesítjük. Mindjárt készen vagyunk. Egyébként itt a gomba pirítással kapcsolatban, hogyha ezt kiszedtük az omletre, akkor mutatok egy olyan gomba pirítást, ahol nincs zsíradék, jó? Hát erre kíváncsi vagyok. No, de gyönyörű színe lett. Nagyon szép. És ide mellé tesszük a paprikát, paradicsomot. Na, akkor ezt mi kóstoljuk, addig én ezt azért odarakom, hogy süljön, jó? Igen. Tehát akkor alapvetően nincs tisztítva, csak mosva van. Hát megtanultam. Nagyon nem helyes, csak szerettem volna tudni, hogy ez így valóban van, így történt. Csak megmosva. Jó forró serpenyőbe kell tenni, ugyanúgy, mint amikor sztéket sütünk. Itt a szélére is jutott a gombából? Én próbáltam oda is tenni. Nem is kevés. Isten, de finom. Milyen rém egyszerű, és mennyire finom. Ilyet holnap is csinálhatunk. Így van. Viszont én kíváncsi vagyok arra, hogy ebből most mi lesz. Mi lesz belőle, igen. Ugye? Igen. Nincs rajta semmi. Üres, teljesen szárazra kitöröltem, látta? Igen. Látta? Igen. Azért vágok össze végére. Csak így vékony karikára fog hagymát. Jó, és akkor egy kis zöld fűszert. Petrezselyem, kakukkfű. És akkor jöhet rá egy kis vaj. Fokhagyma. Nagyon finom illata van. Kész is van, úgyhogy jöhet a kis kakukkfű. Ettől lesz egy ilyen kicsit vadabb íze. Most már ennek a gombának a hőjében a petrezselyem zöld is elkészül. Hogy pattog? És akkor a legvégén egy pici pehelysó. Olyan édes lett. Nagyon jó. Gratulálok, ezt nem gondoltam volna, ilyen finom íze lesz. És emellé mondjuk én szeretem a húst, de most hogy nem kívánom, hogy most ugye? Egy csirke mellett tegyünk melléje. A legbérmesebb húsevő férfit is meg lehet szerintem belehódítani. Főleg, hogyha azt a marcsit teszi. Hajtogattuk, mint a leveles tésztát, csak mégis kell tészta. Mert itt szeretik a stokkék. Stokkék. Svanderék nem van mása. Tegyünk meg. Svanderék nem. Svanderék azt mondták, ez nem az igazi hájas. Svanderék szépen. Nekik mi az igazi hájas? Hát amit a Márta néni. Amit a Márta néni hájas az külön. Két párt összekapt ugye a falu. Van, aki erre esküszik, van, aki a leveles tésztára, ugye?
Akinek ilyen kése van, az tud főzni. Nem, Gábor? Igen, igen, igen. Szoktunk általában. Nagyon jól néz ki, mert vadászol? Nem, csak hússal szeretek foglalkozni. Nagyon jó. Ez milyen állatnak a hús? Ez a vaddisznónak a csülök része, meg egy-két ilyen apró nyesedék belőle. És az? Ez már össze van kockázva, ez vegyes hús, van benne vaddisznónak a combja, lapockája, kis gerinc, meg mindenféle vegyes, ami pörkölt alapból készült gulyás, ami a végén meg van bolondítva egy kis káposztával. Én még ilyet nem is ettem, ezt te nagyon találtad finom. Ki? Nem, itt a helyi asszonyok csináltak egy ilyen főzőversenyen, és így próbáltuk meg egy kicsit így tovább vinni. Úgy kezdjük az egészet, akkor egy szalonnát kockázunk, egy megpirítjuk. Az egész falu jön? Csak kérdezném így a húsmennyiségből. Ja, hát valószínű, sokan leszünk itt a végére. Mert hányan laktok Száron? 1600-on. Na jó, azért 1600 emberre nem elég. Annyira nem is jönnek. Mellvel a szalonna. Igen. A végére rendeltem egy nagyon finom meglepetést így mindenki számára. Akkor azt az asszonyok csinálják. Nem kitaláltam, igen, jól van. Na. Ez legyen meglepetés a végére. Gyerünk! Más is tereg is, úgyhogy ahogy haladsz, jöhet. Oké. Okay. Elkezdem a húst közben. Te figyelj, és jön bele karalábé. Hát egy kicsit rakom nem bele mondod, az ízeléget, igen. Karalábé is. Hát ha már káposzta is van benne, akkor belefér minden. Na és akkor beleteszed a húst? Belerakjuk. Jó. Rakunk bele egy kis borsot. Jön bele egy kis majoranna. Az mi? Egy kis kömény. Kömény. Kerből egy kis friss babérlevél. Na, van saját babérfátok. Mennyi zeller kell? Annak a fele elég lesz bele. Jó, akkor ez nem elég? De, tökéletes. Tessék. És már az elején beleteszed a zöldséget is? Nem, kicsit hadd puhuljon a hús, és majd utána. És mikor jön a káposzta, amikor a zöldségek? A legvégén. Hát az hamar. Tehát az csak az utolsó 10 percben. Meg itt a helyi fiatalok besegítettek nekem a munkába, és ilyen pici kis gombócokat csináltak bele. Mint a csipetke, ilyen krumplis tésztát, és akkor azzal még... Apró krumpli gombócok. Kicsit, igen, de jó. A végébe bele. Már úgy látom akkor, hogy... Na, hogy áll? Jó. Szépen kifehéredett. Igen. Ez bele is fér. És akkor jöhet a vízbe. Rakunk bele még sót is. Na szerinted, Gábor? Szerintem már nagyon jó. Jöhet bele a zöldség. Öntsen bele? Mehet, igen, az mehet bele. Gyorsan összevágom a krumplit. Jöhet bele a kelkáposzta. Hello! Na, amit rendelt! Jaj! Amit rendeltem! Sziasztok! Úristen, de gyönyörű! Csinálok egy kis helyet. És ezt így csináltátok? Igen, hát, így együtt. Milyen süti ez? Ez hájas süti. Egy igazi svájci sütemény tulajdonképpen. A barátomnak a dédi mamája tanította meg, hogy ezt hogy kell csinálni.
És te hájas tudsz sütni? Hát igen. És most már ti is. Így van, a lányokkal együtt csinál. De ez a hájas azért egy ilyen megosztó dolog, vagyis ilyen vita téma, hogy ki hogy készíti. Nem? Igen. Nem így van? Ez még falunk belül is vita téma, igen. És ti egyetemisták vagytok, vagy gimisek? Én már, igen. Gimisek. És sokat vagytok azért így együtt? Tehát így együtt mozog a faluban, száron a fiatalság? Elég, minden pénteken táncpróbánk van, ott is együtt vagyunk, de a legtöbb hétvégén is, vagy bálozunk, vagy fellépni vegyünk, vagy csinálunk magunknak programot. De mennyi ilyen fiatal van itt a faluban? Hát, aki így például táncsoportot tudok most így mondani, így aktívabb, az így körülbelül 100 fő. Egy 1700 fős faluban? Nem, igen. Komolyan a titkot akarom. És van, aki itt akar családot alapítani, és itt akar élni száron? Hát, legtöbb, igen. Komolyan, jövök szárra lakni. Várunk, annyira jó társaság vagytok, hogy ez egy csoda tényleg. Van itt valami a vértesbe. Ez egy hihetetlen közösség vagytok. Meg lehet kóstolni? Persze. Szerintem kötelező. Még langyos, te? Jó, tudom, azt jó, Lekvár az hely, az is, ugye? Igen. Férjhez mehetsz. Köszönöm. Tökéletes. Ti is. Töké. Ha ezt tudjátok, már férjhez mehettek. Isteni. A Lekvár is nagyon finom. Na és milyen, amit a lányok sütöttek hájas? Isteni, készültünk. Az lesz igen, az öntete a salátának. Zseniális! Ez a világ legjobb találmánya. Így van. A hely maga, meg a kor, ahova visszarepít, az mindjárt ad egy stílust is. Igen, viselkedést, igen, egy lassulást. Na milyen bátor vagyok? Hát nem eléggé. Hmm.